Üdvözlök mindenkit, Katamori vagyok. Ez pedig itt a Portál 2 végigjátszása lesz. Na most, mielőtt elkezdünk akármit is, én szeretném elmondani, hogy eredetileg az volt a terv, hogy most a Mirror's Edge végigjátszásról következni. És be az, hogy mondom, el is készült az első két epizód, de amikor próbáltam újakat felvenni, akkor ez bizony kevésbé jött össze. Úgyhogy váltottam inkább a Portál 2-re, ami egyébként is egy jó ötlet volt, ugyanis ezt jelenti, hogy nem játszottam ki, és még mindig tele vagyok lelkesedéssel iránta. Hát, mert egyszerűen fantasztikus, nincs mit mondani rá, sőt, még annál is fantasztikus, amit ugye azt én most így mondom, hogy fantasztikus. Portál 2-t a Valve készítette, a Half-Life 2 kiegészítőjének, a Portálnak a folytatásaként. Illetve legalábbis azért mondom kiegészítőnek a Portált is önmagában, mert amikor én ezt a... mikor láttam a Portál megjelenését még valahol, akkor ezt kiegészítőnek írták. Vesző kötőjel mondták. Persze a játék önálló játék az, de gyakorlatilag ugyanazt az engine használja, a Surf Engine, mint a Half-Life 2. És nagy szerencsénkre a Portál 2 is. Persze picit felturbózva meg minden, de attól még ez hamisítatlan, kiváló Valve munka, Surf. És hát mit is mondhatnék, tulajdonképpen élőjáróban annyi, hogy ez a játék 2009-ben jelent meg, vagy 10-ben. Most ne haragudjatok, nem emlékszem, tényleg nem tudom. Emlékszem, hogy reklámozva volt a kangregate.com-on is, amikor még sokat játszottam ott. Akkoriban nem próbáltam még ki, de nemrég ugye, hát erre alkalmat kerítettem, a részleteket nem mondom el, mert nem mutatlak vele titeket. Elmondom, ha akarhatod, de unalmas igazából csak az, hogy akció vettem meg minden lófasz. Lényeg az, hogy aztán így, jó, meg elmondom, szóval megvettem akcióba, aztán valamikor rászántam pár napot, hogy letöltsem, mert ugye akkor még otthon töltöttem le, és nagyon lassan letöltöm meg minden, stb. Nem érdekel titeket. És ugyanak azt, hogy igazából nemrég szántanám, hogy fel is telepítsem, aztán játszottam vele egy csomót, belebolondultam teljesen. És hát most itt van a végigjátszás. Azt el kell mondani még mindenképpen, hogy van ugye a játéknak egy co-op módja is, ami ugye lehetővé teszi azt, ugye teljesen más sztori vonalon játszva, két robotot járítva a haveroddal csináljátok meg a feladványokat. Ugye Portál stílusban, valamint vannak bizony a felhasználók által készített tesztkamrák. Tehát gyakorlatilag ugye olyan kamerák, mint amiket a játékban kell kijátszani. És ez egy óriási löket a játéknak. Óriási löket. Hogyha a single player kampány végigjátszása került, akkor videók tervezve vannak és lesznek a közösségi tesztkamrákról is, tehát a üzemmel pályákról. Hogy jövőjelben mit mondani, tulajdonképpen tovább viszi a Portál 2-ben definiált portál alapú logikai ügyességi feladelmegoldó szarságot, ami nem szarság, mert baromi élvezetes. Szerintem nehezebb lett egyébként, mint az első portál. Természetesen jóval hosszabb is. Általában 5-6 óra kijátszani, nekem első valami belement több mint 10 órám, 11 órám. Mert ugye azt mondtam, hogy nagyon primitívek a feladványok, és nem vagyok egy hülye gyerek, azt azért szögezzük le, de valamiért nekem sok ideig tartott a feladványokat megoldani. Sokszor azért is például, mert alternatív feladványokkal próbálkoztam, meg voltam, amikor nem láttam, hogy merre kell tovább menni, és a többi, és nem akarom cifrálni nagyon. A lényeg az, hogy fantasztikus, kipaszott jó, imádom. Normális története is van ennek végre, meg minden. És szerencsére alapban magyarul megjelenve, úgyhogy ezzel sem kell problémáznom. Nem érdekel, hogy tanulhatnék angolul, gyakorolhatnék, hogy tudjak fordítani, meg legtöbb jó tudsz angolul van, nem érdekel. Én végjátszást magyar nyelven fogok a játékokról csinálni. Ahogyan magyarul csináltam a Tudkászló Fensteinről, a Half-Life 2-ről, a Deus Ex-ről és a Call of Duty 2-ről is. A bedélyedőd meg a portálról pont nem. Meg a Super Meat Boy-ról sem, de a Super Meat Boy-nak nem is kellett hozzá. Meg a Cyberbird Zarkolgy-nak se. Mondjuk annak lehet, hogy nem ártott volna. De mindegy. Úgyhogy ugye, szerintem akkor vágjunk is bele, mert fantasztikusan jó a játék.
Amúgy vagyok, hogy úgy, van kihívásmód is. Ja igen, emlékszem már az, igen, igen. Nem, de én maradok azért a... Fejezti kommentelő kivjátni, úgy nem játszottam még ki. Nem, nem érdekel, nem, új játék, simán, kész. Itt van összes fejezet, van kemény 10 fejezet. 9, mindegy, kezdjük is el szépen akkor. Töltés az... Hát egész barátságosan van megoldva. Portál végén volt, nem lesznek többé. Legalábbis baszottul, remélem. Meg lesz, akkor így jártam. De elősen kétlem, hogy ilyen szakadások megtörténjenek ezúttal. Biztosak elő, hogy ez minden töltés után majd újra kezdem a felvételt, hogy biztosan vegye is. És mondjuk képen nagyjából elmondom, hogy minden talán mi vár ránk. Alapkoncepció tulajdonképpen annyi eltelt, tehát hogy a létesítmény az kezd összemolni, mert eltelt egy csomó idő, és mi itt ébredünk fel egy tesztkamrában. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be required to undergo mental and physical and mental wellness exercises. Egy rekreációs kamerában, ami az Isten. Itt alapvető tutorialok vannak, hát felnézni a plafonra. Álljék a kicsit pixeleset, nem akartam nagyon feltúrbozni őket, mert szerintem tipikusan fölösleges ellen. Tehát én meg vagyok az árnyékos mindenkit is. És nagyon lehúzza ugye az árnyékot. És az árnyék az önmagában nagyon lehúzza ugye az FPS rátát, és azt nem szeretem. Gyakorlatilag semmiért. Azt jelentem amúgy a játékból, hogy a legtöbb tárgy a HF2-től elvártaként takkal ellentétben nem mozdítható el. Ez a szék sem például. Nem. Nem. Mindegy. Még annyi gyorsan, akkor még most nem akarok itt nagyon nézelődni, mint a Half-Life 2-ben. Hogy tudjátok, mi de faszom bele, én csinálom a videót, úgyhogy nézelődni fogunk. Nem érdekel. Ez a fluoreszkáló fal tényleg olyan, mintha kintről jönne a fény. És azt az érzéskedtünk, hogyha ott lennék valahol egy random szobában. Pedig rohadtul, nem? Mindegy, festményezzük akkor. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. Ezek a számítógépek, AI-ok. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classic. Nagyon humoros ez a stílus, ez a beszéd. Ugolj már fel arra a kurva ágyra valahogy. Now please return to your bed. Nem tudok felugrani, nem tudok felugrani a kurva, de fel tudok ugrani az ágyon, nagyszerű. Mindegy, aludjunk vissza akkor. És akkor szerintem itt lesz a törés, mert hirtelen felébredünk egy idő után. Nem tudni mennyi idő után. Itt. Ugye nem hangzik el, hogy mennyit kell várni. És ugye ki van, le van pusztulva minden, eleve. Ja, és itt jön be majd akkor. Ja igen, itt jön be akkor a játék új szereplője, Vitli. Ez arról a tidegesítő kis gömb. És oda néz ki, mi van. Valami smötyi, rosd meg minden szal, nem tudom. Vitli egy ilyen kis robotkéz a beszélő gömb, ki rohadtul irritáló. Igen, csak most több fogja mozgatni a szobát, ugye, mert itt van a levegőben. Na mindegy, ne spoilerezek többet. Hoppá! Szék széttör, növény, kiszállt növény, leesik darabokra, hűtőajtó kinyílik. Most hűtőajtó, akkor milyen át tudok menni? Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now you've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. Don't be alarmed, right? Although if you do feel alarm, try to hold on to that feeling because that is the proper reaction to being told. Ezek a dumák készek egyszerűen. Nem az, hogy eldögöm magam rajta, de megmosolyogtat. Vicces. Kurva vicces. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. Ez kész. Ez kész, bazd meg. Ez hiszem már nevettet. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight.
All reactor core safeguards are now non-functional. Akkor most menjünk tovább. Esik szét a szoba egyébként. Ezt akartam mondani, hogy fel vagyunk függesztve. És ez a fasz most széttört az egészet. Amit itt állt, Isten tudja hány évet, évtizedet. Itt voltunk hibernálva, ugye? És nem mondjuk egyedül elvileg. Most magyaráztak egyébként, mert el ne beszélni ugye a korábbi fejleményekről. Ki lehet esni úgy egyáltalán? Itt van a Epochus házszétesítmény. Ennél nem beszélek most róla igazán, hogy de, bocsánat, mégis meg beszélek ugye. Ilyen, ezekben, hát, azért elég nyilvánvaló, szóval fölösleges részt ez igazából szerintem. Igen, ugye a Aperture Science vállalatnak ugye vannak ezek a tesztényi, mint Shell, akik azokat a portálokat teszteltették, tesztelgették, és ezért baj is ebben vannak elzárva, pont ugye én voltam. És esik szét minden. Ó, mint a dominó, geci! Ja? Miért most nem élnek? Nem láttam be a szobákba. Igen, akkor most nekem tesztelni kell megint. Nagyszerű, bazeg, itt aludtam évtizedeken keresztül, és még nincsen vége. Most még ez is jön meg. Igen. Nagyon kedves a Vitli, mondhatom, kurvára köszönöm tényleg. Tehát, bazeg, nem elég, hogy hülye vagy, ember és robot. Még izé. De elkészít egyszer a szarra is. Ez ki neki egyáltalán? Nagyon szétbalmódott minden, szerintem mondom sem kell. És egy nagyjából a vége is. Hosszú, hibernációs állapotunknak. You are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet, but at least you're a good jumper. So you got that, you got the jumping on your side. Just do your best, and I'll meet you up ahead. Most nekem is kell tesztelni amúgy. Árul el nekem, te kék fasz. Ha? Itt vagyok, szóval most tévedtem fel, hogy mi a faszta kell nekem még itt tesztelni is, ha? Nem vagyok a... Mi van, mi? Aludta egy évtizedeken keresztül, és most még egyből ide küldnek tesztelni? A szétbarmolt, teljesen szétbarmolt szintesett támaszpontra. Hát végig csak egy robot vagy végül is. Hát retardál, de adta még robot, és a kötelességét teljesíti tulajdonképpen, úgyhogy, ja, nem is kell problémázom rajta. Na. Tehát akkor újra, gyakorlatilag visszatérünk az első játék helyszíneire, csak itt, hát, kicsit minden le van élve. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages are motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic or structural collapse. Hát viszont ezt tervezésnek nem volt rossz egyébként. Ezt jól megcsinálták. Minden gratulációm Kiev Johnsonnek és az Aperture Science-nek, bár ez nem másik történet. Na, ott is volnánk, ugye én, konkrétan Shell, hát most valamiért egy ilyen topban van, a felsője hiányzik, nem tudom milyen megfontolásokból, talán pizsamájában, ez a pizsamája talán azért, nem mindegy. Most ezt állítod csak, hogy kihozom, mert kenyér, és már megteltem. Szétment teljesen minden. Egyszer nem lehet tudni igazából, mennyi ideig voltunk el, lehet, hogy 5 évig, lehet, hogy 5000 évig, nagyon durva. Mondjuk nem is hagyjuk el igazán a környéket, környezetet, csak a játék legvégén egy ilyen intermissőben látjuk majd. Azt be lehet ejteni oda? Nem nagyon. Oké, mindegy. És most azért el kell felállni, mert beszélek. Nem azért, mert nézelődök, azért is, de beszélek. És beszélni is fogok. Igen. Mert én vagyok Katamari, és én sokat beszélek. Na. Ugye ezeken a képernyőkön lehet még most is látni, milyen földványok várnak ránk. Tipikus kocka, kocka a gomra, és kocka a fejlés is veszélye. Növények, benőttek mindent, ott még a lehetőségünk teteje látszik is. Nagyon durvá szétestek itt a dolgok. De ezt a rádióval nem működik, hogy jól tudom. Nem. Csak gomban működik. Ja.
Na, akkor tegyük le a kockát és menjünk tovább. Ja igen, itt ugye kijött a por, mert az asszal szét van esve. Ugye a csőz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 ő
Nuclear Science Material Emancipation Grill. Szed még létezik. Any unauthorized equipment that passes through. Akkor rád vicsom illetve magammal, ugye? Nem, hát. Ezt így nem tudtam. Nem, de ennyi volt akkor egy kis bevezetés. Minimális, de még lesz. Nem volt, hogy ez mind csak a végkezdete, úgymond. Itt is töltés van, értitek? Egyetlen egy kamera után. Na mindegy. Annyira nem nagy probléma. Jó, igen, tudom, lehet zavaró, hogy sokat beszélek, én kérek érte elnézést, de... Nem, egyszerűen imádok beszélni. És az most akkor milyen földékkal jár? De most ilyen veszélyes, ilyetőszés dolog lehet? Mi a fuck? Mint amit a Keith Johnson mond, nem spoilerezek. A lényeg az, hogy menjünk. Tovább akkor. De addig ilyen szétbaszott lesz körülöttünk minden. Sőt, nem csak a darabjuk, hanem nagyon sokáig. Ezek a felületek még valami működnek, ami nem tudom, hogy a fenébe lehetséges. Most tessék ezt megnézni, ez itt a teljes pusztulásnak a nyoma. Nagyon durva káó. Nem káó, káosz. Igazából tök mindegy. Mert így is úgy is cifra a helyzet. Nagyon cifra. Ezek ilyen... Mondás, eljutott portálok. És mit kell csinálni akkor? Ja, így. Ó, igen, értem. Jó van, jó, tudom, hogy mit kell csinálni, csak itt össze... Keveredés volt a gombokkal. Itt egyébként a megfigyelő kamerák is teljesen szét vannak baszva. Igazából minden szét van baszva, hát itt már majdnem. Ez olyan, mint a fül lenne, nem is moha. Esküszöm, mint hogyha... Visszanőne a föld. Megkérdezzétek, hogyha nem tudom, de tényleg nagyon úgy érzem. Egész tisztára olyan. Na. Úgy. Hát ez még nem nehéz igazából. Viszont itt látszik, hogy az álmennyezet beomlik. Beomlott. Nagyon sok helyen beomlott az álmennyezet egyébként. Ott aztán igazán látszik, hogy lejöttek a növények. Na. Igen, most kell még egy gombot nyomni, igen. Itt is mollánk. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Azért majd tenni igaz egyébként. Please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt. Ezek olyan viccesek, pedig elvileg full komolyak a lenni az egész. És nem a játék szempontjából, hanem úgy az egész. A játék világának szempontjából az egész így nagyon komolyan vett duma, de ez így vicces. Hát, értitek. If the Earth is currently governed by a manner of animal king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to, or is incapable of listening to reason. Erről beszélem úgy, kis illusztráció hozzá. Ja. Nincs így befejezve. Ugye el van baszva egy csomó dolog, már mondtam. Itt nincs semmi, itt kapjuk meg a portálgánt. Na, itt van ugye ez a nyelvákoló kék fasz. Ja, igen, ugye erre emlékeztek még, itt vettük fel, hogy a ilyen bolyó portál... Ó, bazd meg, de megijedtem! Kurva száda, teljesen elfejtettem, hogy itt még ez történik. Itt nyugodtan nézni akartam azokat, meg minden, na mindegy. Akkor csatornákon keresztül megyünk, így jártunk. Ez egy nagyon király kis szoba, itt mindenféle rajzokkal. Talán a túlélők építették, rajzolták valamikor. Igen, hoppá, itt van ugye a torta, Shell és GLaDOS. Az első részből ugye. Ugye itt a portálgánt tartó mosolygó ember. Ezt ki az Isten csinálta, azt nem tudom. Lövésem sincs, hogy ezt nem GLaDOS csinálta, az biztos, mert ők már szétbarmoltuk idejekorán. Hoppá, ott egy napóra. Hogy mi az Isten az. Ezt minden bizony a túlélők csinálták, na mindegy. Itt van akkor a csak kék felszínéket kilövő portálgán. Így. És most hova akarok menni? Várjál? Ja, itt erre. Oké, megvan.
Persze, azok még mindenütt. Ja, ide kéne az a Toy Story is, miém. Gazok! Gazok everywhere! És csak akkor mondom, itt is hiába próbálkozok. Na, azt még föl lehet venni, azért, kurva szátokat, azt még föl lehet venni. Más nem. De egyébként ez jól játszik itt, hogy az irodák teljesen szét vannak komolva. Valamikori számítógépek, 80-as, 90-es évek talán. Engem 90-es, vagy nem tudom. Igen, határozottan 90-es évek. De most itt komolyan azóta nem járt senki. Nem tudom, de lehet, hogy most szobatársam fog járni, úgyhogy ez bebaszna, hogyha most be is kifejezem a videót. Na mindegy, egyre nem úgy tűnik. Na, akkor befigyelök, ha már irodán keresztül. Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the Laws of Robotics. Jaj, klasszikus Asimov, a robotika törvényei. Nem emlékszem pontosan, de a robotikának három fő törvénye valamit Isaac Asimov. Tudományos, fantasztikus író fogalmazott meg műveiben.